Köszöntöm a hallgatóságot, az érdeklődőket. Mesterszakra jelentkezők általában már nagyon tudatosan választanak egy-egy szakot, illetve nagyon kiválasztják, hogy hová menjenek, milyen nyíltakra. Ugye a középiskolásoknál megszoktuk, akik alapszakot keresnek, hogy egy jó buli elmenni egy nyílt napra, és benéznek ide is, oda is, könnyű őket megszólítani. A mesterszakon iránti érdeklődőkkel az volt a tapasztalat évek óta, hogy ők már azért tudják, hogy mi érdekli, mi nem érdekli őket. Általában körülnéznek, megnézik a honlapokat, megnézik a tájékoztató anyagokat. Tehát ebből kiindulva úgy gondoltuk, hogy hatékonyan szeretnénk eltölteni ezt az időt, amit az egyetem biztosít számunkra ezen a nyílt napon. És a hatékonyság azt jelenti, hogy először egy rövid tájékoztatót fogok adni a programról, erről a mesterprogramról, amit 2 éve indítottunk el angol nyelven. Utána átadom a szót Meleg Attilának, aki egy szakmai kérdésről fog előadást tartani, hiszen abból indulom ki, hogy akik most itt velünk tartanak, vagy a későbbiekben megnézik ezt a videót, szeretnék tudni, hogy mégis milyen jellegű kérdések, megközelítések vannak. Tehát egy picit beengedjük őket ebbe a szférába, kvázi egy mintha egy nyitott osztályterembe kerülnének, és a program harmadik részében pedig 2 jelenlegi diákunkat, Szebik Borkát és Tehje Pálintot szeretnénk megszólítani, és a végén pedig egy remélhetőleg lesz kérdések, és azokról beszélgetni. És itt a dia aljára fölraktam egy linket, ami nagyon fontos, és nagyon köszönjük a kommunikációs kollégáknak, hogy összeállították nagyon pontosan a felvételivel kapcsolatos szakra vonatkozó anyagokat. Biztatok mindenkit, hogy nézze meg ezeket a honlapokat, mert hogy rettentő fontos és nagyon pontos információk vannak benne. Tehát amiről beszélni fogok én először ezekről a szakmai műhelyről és a képzésről. A mi programunk friss. 2019-ben indultunk el angol nyelven, hirdettük már korábban is, de akkor inkább a magyar nyelvű programra volt jelentkezés, és akkor volt egy ilyen egyetemi döntés, hogy jó lenne, ha inkább az angol nyelvű mesterprogramok menni irányába mozdulnánk el, de több évtizedes tapasztalat van ez emögött, az új program mögött, és azért hivatkoznék akár az Andor Rudolf által elindított szociológia képzésre, amelyik már 30 éve zajlik a volt közgázon. Tehát itt nagy tapasztalat van, amelyet most átformáltunk abba az irányba, hogy angol nyelven versenyképesek legyünk. Mi ennek a fő erőssége? Ezt a diákoktól loptam tulajdonképpen, akik azt mondták, hogy úgy lehet jól eladni Budapesten vagy Magyarországon ezt a képzést, tulajdonképpen aki angolul szeretne szociológiát tanulni, de nem szeretné elhagyni az országot, és érdekli a kritikai gondolkodás, annak ez egy tökéletes program, hiszen megteheti, ötvözheti ezeket az előnyöket, és azóta már az a jó hír is megtörtént, hogy az idegen nyelvű hozzájárulást sem kell fizetni azoknak, akik a Corvinus ösztöndíjat sikeresen pályázzák meg. Tehát a versenyhelyzet ennyiből jelentősen javult. Amivel kiegészíteném ezt, hogy Budapesten is angolul tanulhatnak a diákok, az, hogy ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy empirikusan megalapozott társadalomtudományt oktassunk, tehát nagyon sok nem csak információt, de adatot ismertetünk meg a diákokkal, sőt arra biztatjuk őket, vagy arra kérjük őket azt, az a feltétele a kurzusok elvégzésének, hogy ők maguk is tanuljanak meg adatokat elemezni, tehát nem csak beszélünk a globális társadalmi folyamatokról, hanem ezeknek az elemzését, értelmezését, kritikai vizsgálatát is megtanítjuk a diákoknak. Ezek olyan készségek, amelyek nagyon fontosak minden területen, akár tudományban dolgozik valaki, akár üzleti területen. És az utolsó pont, amit itt kiemeltem, az, hogy egyrészt globális szemlélettel közelítünk minden kérdéshez, és ez nem csak azért van, mert a specializáció, amelyet tanítunk, az a Global Social Studies vezetőseli, hanem azért is, mert látjuk, hogy egy társadalmat se lehet önmagában elkülönítve megvizsgálni,
Csak utalnék a jelenlegi koronavírus járványra, amely megmutatta a világnak az összetettségét és a globális folyamatokból való részesedést. Ennek ellenére, hogy a jelenlegi trendeket erősen vizsgáljuk, fontosnak tartjuk, hogy érezzék, tudják a hallgatók azt, hogy egy történeti megközelítés nélkül nem érdemes elindulni. Tehát csak akkor fogjuk megérteni a jelent és a jövőt is, hogyha ismerjük ezeket a történeti előzményeket. Nagyon fontos minden egyes kurzus esetében, hogy ezek a folyamatok ezek ott legyenek, de jövőorientáltak is vagyunk, és ezt majd meg is mutatom, hogy nem csak szavakban, hanem a kurzusok során is megjelenik ez a fókusz. A képzési struktúra az nagyon letisztult. Ugye 2 éves a mesterképzésünk, 2 év rettentő gyorsan eltelik, a diákok épp, hogy beiratkoznak, és első megpróbáltatásokon és kurzusokon túl vannak, már is kezdhetnek gondolkodni azon, hogy miből jön a szakdolgozatot, és hol fognak elhelyezkedni. Éppen ezért egy olyan képzési struktúrát alakítottunk ki, amelyik nagyon gyorsan tereli a diákjainkat abba az irányba, hogy ne vesztegessék az idejüket, sokat tanulhatnak, sokat kell tanulniuk az egyes tantárgyakon belül, sokféle megközelítést, és ezeket alkalmazni, és az utolsó fél évben pedig a munkaerőpiachoz közeli helyszínen a gyakornokság ideje alatt ezt hasznosítani és továbbfejleszteni. Erről a 4 pontról szeretnék röviden beszélni, tehát hogy melyek azok a törzstantárgyak, amelyeket tanítunk, mit jelent tulajdonképpen ez a globális társadalmi tudományi specializáció, néhány szót a szakdolgozati szemináriumokról és a gyakornoki programról. Ugye 120 kredites a 2 éves mesterszakunk, a 120 kredit többsége úgy áll össze, hogy 6 kredites tantárgyak vannak, tehát ahelyett, hogy a diákjainknak fél évente nagyon-nagyon sok különböző tantárgyat kellene tanulni, úgy döntöttünk, hogy 6 kredites tantárgyakból kell fókuszáltan elsajátítani az ismereteket. Az elméleti alapozáshoz 2 fő tantárgy tartozik, a Theories of Global Social Change nevű és a technológia és társadalom viszonyát vizsgáló tárgy, és itt például nagyon erősen bejön Bicek Lillának a kutatási területe, amelyik azt nézi meg, hogy a mesterséges intelligencia és munka jövője hogyan vizsgálható, mitre számítsunk a jövőtől, a technológiának milyen szerepe lesz az életünkben. Tehát ez a 2 alapozó tárgy van, és emellett, amire nagyon büszkék vagyunk, az a széles módszertani kínálatunk. Ha valaki csak itt gyorsan végigfutja a tantárgyaknak a nevét, láthatja, hogy a hallgatókat megismertetjük azzal az alappal, hogy hogyan kell megtervezni egy társadalomtudományi kutatást, és hogy hogyan kell értékelni a beavatkozásoknak az eredményeit. Van 2 fél év statisztikai, kvantitatív módszertani tantárgy Bartus Tamással, a kvalitatív módszereket a Bicek Lillának tudásának köszönhetően a számítógépes szoftverek használatával tanulják meg a diákok, tehát ez sokkal haladóbb módon történik, mint az alapszakokon. Megjelenik a network elemzéseknek a bemutatása, és az utolsó fél évben a diákok pedig a részvételi kutatási módszerekkel is megismerkednek. Tehát aki már társadalomtudományi területen tanult, láthatja, hogy ez egy nagyon széles skála. Tehát aki végigfigyel és tanul, és elvégzi a feladatokat, az gyakorlatilag egyrészt megismerheti a módszereket, másrészt alkalmazhatja is, ami nagyon fontos egy eljövendő munkahelyen. De a módszertanok sora nem ér véget, hiszen ha ezt a specializációs tantárgyakat nézzük, itt a második tétel, a Global Data, amelynek a lényege az, hogy nagy nemzetközi globális adatbázisokon tanulják meg a
hallgatók értelmezni. A gazdasági fejlődés, a népességgel kapcsolatos, népesedéssel kapcsolatos folyamatokat és a migrációnak a kérdéseit, de tanulnak a világgazdasági tanszék kollégájának köszönhetően a globális piacokról, és egy gazdaságantropológus kollégának köszönhetően a nemzeti identitásnak a globális összefüggéseiről, és az én tantárgyam pedig a nemek és a munkavilága, ez is természetesen globális és összehasonlító perspektívában. Tehát ez adja a specializációs tárgyaknak a törzsét. Kiemeltem harmadik pontként a szakszemináriumokat, akik nem a Corvinusról jönnek, általában elcsodálkoznak azon, hogy így is lehet szakdolgozatot írni, ahogy mi ezt tanítjuk a diákoknak, ugyanis nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy már a második tanév első fél évben közösen elkezdjük dolgozni a hallgatókkal a témaválasztáson, az irodalom, hogyan kell egy literature review-t írni, hogyan kell egy jó szakdolgozati témát keresni, hogyan kell hozzá adatbázisokat keresni. Ez nem olyan könnyű dolog. Aki már egyszer írt szakdolgozatot, az tudja, hogy milyen jelentősége van annak, hogy ki és hogyan támogatja ezt a munkát. És ez a munka, ez általában egy nagyon-nagyon jó, remek szakdolgozatokban szokott kitűnni. Arra biztatjuk a hallgatóinkat, hogy önálló empirikus kutató munkát végezzenek, és használják azt az elméletet, és azt a módszertant, amelyik a legközelebb áll ahhoz a kérdéshez, amelyet kiválasztottak. Ösztönözzük őket arra is, hogy ezeket az eredményeket TDK-ban készítsék el, tehát egy versenydolgozatot készítsenek belőle, és majd a hallgatói szekcióban Szebi Borkála, aki még ugyan csak elsőéves mesterszakos hallgató, én remélem, hogy meg fogja említeni, hogy ő már, ha jól emlékszem, 3 TDK dolgozatot is készített, tehát igazán próbáljuk ösztönözni a diákokat arra, hogy írjanak minél gyorsabban, minél szívesebben ilyen tudományos munkákat, és a publikáció is ott van mindig a lehetőségek között. Én például most a másodéves mesterszakos hallgatóimnak ajánlottam föl az egyik tantárból ezt a teljesítési lehetőséget, hogy ne vizsgázzanak és ne írjanak apró beadandókat, hanem próbálkozzanak meg egy nemzetközi publikáció készítésével. Elég jó első eredmények, amiket látok. Tehát ez a közös és támogatott szakdolgozati írás, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés abban, hogy valaki megtanulja, hogy hogyan kell egy tudományos művet megalapozottan, szakmailag nagyon magas minőségben megírni. És a negyedik pont, amiről beszélni szeretnék, ez a gyakornokság. A szociológia mesterszakon mindenhol van kötelező szakmai gyakorlat. Ez egy 6 kredites tárgy, ami azt jelenti, hogy legalább 180 órás gyakorlati munkát kell elvégezni valahol a hallgatóknak, de hogy ez a valahol hol van, ezt nem szeretnénk a hallgatókra tolni, hanem úgy gondoljuk, hogy ebben nekünk felelősségünk van, nekünk oktatóknak, nekem, mint szakfelelősnek, és meg az Attilának, mint specializáció felelősnek, hiszen honnan tudnák a hallgatók azt, hogy melyik az a jó munkahely, melyik az a jó civil szervezet, ahol tényleg támogatják az ő munkájukat. Én itt összegyűjtöttem azokat a szervezeteket, amelyekkel már jelenleg van egy nagyon jól kidolgozott, bejáratott gyakornoki megállapodásunk. A 3 fő csoportja van ezeknek a lehetőségeknek. Az egyik csoportja a civil szervezetek, ezek lehetnek lokális vagy globális civil szervezetek, lehetnek magyar szervezetek, lehetnek nemzetközi szervezetek, különböző típusú munkákat végezhetnek itt. Az egyik pakisztáni hallgatóm most megy dolgozni az Antropolis Egyesülethez, a másik hallgató pedig az Egyenlítő Alapítványnál kezdi februárban a gyakornoki munkát. A másik csoportja a gyakornoki lehetőségeknek az a tudományos élet köré csoportosul, hiszen azért a hallgatóink egy része remélhetőleg ilyen pálya felé szeretne menni. Egyrészt a
Polányi központ, amelyről Meleg Attila nyilván fog néhány szót ejteni. A Polányi központ nyújt gyakornoki lehetőségeket, de a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében is van lehetőség a kutatókkal való közös munkára, és a RECENS, amelyik a Magyar Tudományos Akadémia most ötvös kutatói hálózat berkeibe tartozik, ott is dolgozhatnak a hallgatóink, illetve a Corvinus-szal létrehozott NETI labban, ami egy kapcsolathálózattal foglalkozó kutatóközpont, szintén lehet dolgozni. Tehát ez a tudományos pálya az a második csoport, amelyet fontos tartunk megmutatni a diákoknak gyakornokságra nézve. És a harmadik pedig a piaci szféra, tehát nyilvánvalóan vannak olyan hallgatóink, akik szeretnének elmenni vállalatokhoz, és itt szeretnék utalni a Nielsen céggel való kapcsolatra. Néhány éve megkötöttük a szerződést, hallgatóink rendszeresen szoktak oda menni. Ezt azért tartom fontosnak, mert hogy attól, hogy valaki szociológiát tanul, még nincs előtte zárva az üzleti életnek a világa, sőt, nagyon szeretik a hallgatóinkat, amennyiben ők megtanulják azt a nagyon sokféle módszertant, amit mi igyekszünk megtanítani nekik. Éppen ezért gyakori kérdés az, hogy hol lehet később dolgozni. Ennek a gyakornoki programnak az is az egyik célja, hogy egy kicsit megmutassa a diákoknak azt, és közelebb vigye őket a munkavilágához. Tehát nálunk az utolsó fél évben a hallgatóknak gyakornokságot kell teljesíteni, szakdolgozatot kell írni, és egyetlen egy darab olyan tantárgy van, ami miatt az egyetemen jelen kell lenniük, ez a részvételi kutatásoknak a módszere, amelyik az intenzív héten lesz idén például. Tehát, hogy hol lehet dolgozni, az előzőeknek megfelelően lehet látni, hogy nagyon sok olyan közpolitikával, szakpolitikával foglalkozó magyar, európai, vagy hát nem feltétlenül magyar, ugye nagyon sok külföldi hallgatónk van, de mindenhol a nemzeti ilyen ügynökségeknél, szervezeteknél helyezkedhetnek el a diákok, kutatóintézeteknél, nemzetközi fejlesztési banknál, ajánljuk számukra a PhD irányába való tájékozódást is, akár a Corvinuson, hiszen nálunk angol nyelvű, már nagyon-nagyon régóta csak angol nyelvű a doktori program. És van, ahogy említettem, vannak, akik az üzleti élet irányába mennek tovább. Fontosnak tartom még azt is néhány szóba megemlíteni, hogy kiktől és kikkel tanulnak a nálunk tanuló diákok. Hát az oktatókra való információkat meg lehet találni az egyetemi honlapon. Azt szeretném mondani, hogy oktatóink nem csak a magyar tudományos életben, hanem nemzetközileg is számtalan kapcsolattal rendelkező, nemzetközi lapokban publikáló, nemzetközi networkökben, kutatásokban résztvevő kollégák, akiktől nagyon sokat lehet tanulni, egyrészt szakmailag, másrészt emberileg, kutatás etikailag, és abban is, hogy hogyan kell bekapcsolódni nemzetközi kutatásokba. Én hangsúlyoznám azt, hogy mi rengeteget tanulunk a hallgatóktól. Nagyon színes hallgatói csoport van, a Stipendium Hungaricumnak köszönhetően sok külföldi diák jelentkezik hozzánk. A második évfolyamon fele-fele arányban vannak külföldi és magyar hallgatók, az elsőseink között összesen 3 magyar hallgató van, és ha jól tudom, 11 vagy 12 külföldi hallgató, erről remélem majd a hallgatók beszélnek. Tehát én büszkén mondom azt, hogy én nagyon sokat tanulok a diákoktól, tehát van egy nagyon fontos, kölcsönös odafigyelés egymásnak a kultúráját, társadalmát megismerő kíváncsiság. Ez a fénykép egyébként most ősszel készült, a hallgatók beleegyezésével használtuk, mert hogy amikor a tantermen már nem tudtunk találkozni, akkor megszerveztünk egy kis létszámú találkozást a belvárosban, hogy legyen személyes kapcsolat is. Ez azért is lehetőség, mert mi nem szeretnénk nagy szak lenni. Tehát ugye a mesterszakok nemzetközileg is már nem óriásiak. Úgy gondoljuk, hogy
az a 60 jelentkező, aki a Stipendium Hungaricumból jelentkezett, abból azt a 12-13-at vettük föl, akik a legmotiváltabbak voltak, és nem szeretnénk, ameddig erre lehetőség nyílik, 20 fő fölé menni, hiszen fontosnak tartjuk a projekt alapú csoportokban való együtt dolgozást. És szintén fontosnak tartjuk azt, hogy azok a hallgatók, akik érdeklődnek a közös kutatás irányába, bekapcsolódhassanak a szakmai műhelyekbe. Én itt három pontot szeretnék kiemelni, egyrészt a Polányi Károly globális társadalmi tanulmányok kutatóközpontot, amelyet néhány éve, most már jó néhány éve hoztunk létre az intézet, ben dolgozok, és azon túli nemzetközi porondon dolgozó kollégákkal közösen, amelyik az egyik fontos motorja a globális társadalmi kutatásának Magyarországon, és most már Európában is, hiszen nagy konferenciákat szerveztek Meleg Attilának köszönhetően. A második ilyen szakmai műhely a Társadalmi Nem és Kultúra Kutatóközpont, ahol rendre vannak a nemek helyzetével foglalkozó rendezvények és programok, és a tanszéken folyamatosan vannak hazai és nemzetközi kutatások, amelybe igyekszünk a hallgatókat bekapcsolni, vagy lehetőséget adni számukra, hogy kutatásban, publikációban részt vegyenek. És hogy hol találnak meg minket? Hát ha majd olyan szerencsések leszünk, hogy újra tanteremben és az egyetemen taníthatunk, akkor az egyetemnek az új épületében, a csarnok háta mögött a közösség 24-6 szám alatt, a negyedik emeleten, ahol Polányi Károlynak az arcképét lehet látni, és két képet is hoztam, a békeidőkben még rendszeresen tartottunk szociobrancsot, a hallgatóink részvételével, tehát a lenti kép az azt mutatja, amikor a mi hallgatóinkkal ott egy ilyen rendezvényen vagyunk. A másik kép pedig egy kedves meglepetés volt számomra, amikor a Rotterdami Erasmus Egyetemről egy hallgatói csoport jött ide, és észrevették, hogy Polányi Károly képe ki van rakva ilyen módon az egyetemen, rögtön csoportképeket kezdtek el készíteni előtte, mert hogy ők rettentő sok mindent olvastak Polányi Károlytól, és rettetően megörültek ennek, hogy egy ilyen illusztris helyszínen vannak. Tehát itt találnak meg minket majd a valóságban, a valódi életben, remélhetőleg már idén tavasszal, és a Facebookon pedig javaslom, hogy a szociológia tanszéknek az oldalát kövessék, ahová a legfrissebb híreket kirakjuk. Mivel ez egy angol nyelvű képzés, ezért azért át fogunk váltani rövidesen arra, hogy angol nyelvű információk legyenek, és tartottunk már egy kvázi informális nyílt napot novemberben angol nyelven, ennek az anyagát is rövidesen fölrakjuk a Facebook oldalunkra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elérnek ezen az e-mail címen, és szívesen válaszolunk majd a kérdésekre is, és szeretném átadni a szót Meleg Attilának, akit egy szakmai kérdés előadás megtartására kértem meg, és meg pedig leállítom a megosztást. Köszönöm szépen! Hát mindenki sok szeretettel köszöntök, és tényleg csak azt tudom átpörgetni az agyamon, hogy miért is jó ez a szak, és miért is jó itt dolgozni, mert ugye ez nem csak a hallgatók számára fontos, hanem a számunkra is fontos. És azt hiszem, hogy be a néhány pontot nagyon pontosan mondott. Az egyik az volt, hogy szeretünk kutatni. A diákok is szeretnek kutatni, mi is szeretünk kutatni. Az egyetemen belül az egyik legjobban publikáló rész vagyunk, akik tényleg, hogyha fél percig nem kell tanítani, akkor mi már kutatunk, tehát nekünk ez valamiért az életforma. A másik dolog az, hogy tényleg globálisan próbálunk gondolkozni. Ez úgy tűnik, mintha ez olyan nagyon egyszerű lenne, ez a globális gondolkodás, pedig a legkevésbé sincs így. A globális gondolkodás nagyon komoly
a kihívás számunkra, hogy tényleg minden társadalomról együttesen tudjunk gondolkozni, egyenlő értéket tulajdonítsuk az emberek társadalmi tapasztalatának, éljenek Sierra Leone nyomortelepén, vagy Washington belterületén. Teljesen mindegy, hogy ez a dolog hogy néz ki, ha tudunk globálisan gondolkozni. Tehát ez egy intellektuális projekt is. Egy olyan intellektuális projekt, amin át kell mennünk, aminek, hogyha ezen átmentünk, akkor kicsit ki fog nyílni a világ mindenki számára. Ezen átmentünk mi magunk is, és ezen gondolkozunk mind a mai napig. Na most, mikor erről beszélgettünk, hogy mi legyen a mai program, akkor a leghatározottabban a következő utasítást kaptam. Attila, beszélj röviden arról, hogy mit csinálsz most. És nyilván ez alatt nem azt értették, hogy most mit tanítok, vagy most milyen vizsgákat kell még lebonyolítani, hanem miről írok, miről gondolkozom. És hát nem szeretem kicsi fába vágni a fejszémet, ezért egy nagy könyvet írok igazából, de most ezen a könyvön belül eljutottam egy problémához, amiből most egy tanulmányt írok egy kollégámmal, Csányi Zolival, és a problémánk az egy meglehetősen húsba vágó probléma, mégpedig arról szól, hogy a globalizáció korában az elvándorlás, beleértve a mi térségünket is, jelentősen megnőtt. Na most mindenki gondolja, hogy ez egy egyszerű probléma, hogy hát persze globalizáció nő a vándorlás, és sokféle elképzelésünk van a dologról, hogy ez miért van így, de annyiban szeretnék óvatosságra inteni mindenkit, hogy a tudomány az ott kezdődik, hogy, és egy nagyon fontos dolog, alternatív magyarázataink vannak a dologra, és utána van egy módszertanunk arra, hogy eldöntsük, hogy melyik magyarázat helytálló. Nagyon sok jó magyarázat van, nagyon sok plauzibilis magyarázat van. De ezek között dönteni nem olyan könnyű. Mi ezért összeraktunk a 200 nem tudom hány országból, egy 77 országból álló adatbázis, és a 77 országban minden kontinensről vannak államok. Nem fogok most senkit untatni azzal, hogy milyen aprólékos munkát kell végezni, hogy a mintát hogy kell újra konstruálni, újra és újra és újra. De mi is a probléma, amin gondolkoztunk? A probléma és a kiinduló hipotézisünk és a kiinduló elméletünk az volt, amit egy nagyon neves professzortól tudunk, Saskia Sassen a globalizációs szociológiának az egyik koronázatlan királya, és ő fogalmazta meg azt a dolgot, hogy a migráció szempontjából van egy általában elfelejtett változó. És erről írt egy nagyon híres tanulmányt, amiben azt mondta, hogy a külföldi tőkebefektetések mint elfelejtett változó. Mit is akart ezzel mondani? Egy paradoxont próbált mondani. Azt próbálta mondani, hogy van egy furcsa dolog, hogy a tőke beáramlik a globalizációs nyitás során, és cserébe nem az történik, hogy az emberek ott munkát találnak és abban élnek, hanem megindul az elvándorlás. Most ez egy nagyon nevetségesen hangzik ez a dolog, és egy pillanatig mi is a fejünk közt kaptuk, mikor ezt először olvastuk. És most ezt a kutatás részben azért is csináltam meg, hogy ez tényleg ez igazolható? Ez globálisan, statisztikailag, modellezve igazolható ez a dolog? És ennek ugrottunk neki, és az a nagyon jó hírem van mindenki számára, hogy Saskia Sassennek igaza van. Mégpedig valós dolgot mondott, amikor mondjuk a 90-es évek elején mi így modelleztünk, a 90-es évek elején megindult a külföldi tőke beáramlása a világ nagyon sok államában, nem csak Kelet-Európában, akkor ez idővel, egy kisebb időbeli csúszással komoly elvándorlási hullámokhoz vezetett. De azért annyit hozzá szeretnék tenni, hogy miközben ezen dolgoztunk, miután alternatív magyarázatokat kerestünk mi is, tehát emellé a Saskia Sassen-féle magyarázat mellé, ami a globális nyitásról szólt, mellé tettük egy másik magyarázatot, amit modernizációs elméletnek nevezünk, akkor mi vizsgáltuk a folyamatokat, és
Nagyon furcsa dolgokra jöttünk rá, ami még 100 kell 100 cent is kiigazítsa, tehát tévedés ne essék, ebből reméljünk egy erős nemzetközi publikáció is lesz, meg kell kiigazítani az elméletét. Tudnélik több ponton hibás az elmélet, alapjában jó, de bizonyos pontokban rossz. Na most nézzük a furcsaságokat, és akkor ezzel keretezném ezt a beszélgetést. Az egyik dolog, amit a modernizáció elmélet feltételez globálisan, ez egy nagyon erős elmélet, meg megegyezném, hogy az iskolázottság növelése az növeli a mobilitási képességeket, és a mobilitási képességek növekedése az ugye azzal jár, hogy a migráció emelkedik. Ugye mi is részben itt ezért ülünk itt, itt van egy mesterszak, erre a mesterszakra most online kellett egyszerre tanítanom diákokat, akik Laoszban ültek és Kiotóban, hát még időben is alig tudtuk összehozni az órát, nemhogy ugye ilyen távolságban, tehát mindenki mondta, hogy hoppá, tessék, itt van az iskolázottság változása, növekedése, migrációhoz vezet, és ezt tessék komolyan venni. Mi ezt megnéztük, és leteszteltük, és nagyon furcsa dologra jöttünk rá. Statisztikailag ez a dolog nem igazolható. Olyannyira nem, hogy nem csak az történt, hogy statisztikailag nem találtuk szignifikánsnak az összefüggést, tehát elég véletlenszerűnek tűnik, hanem az előjele is furcsa lett. Minél jobban nőtt az iskoláztatás egy adott térségben, annál inkább, annál kisebb volt az elvándorlási hullám a későbbi időszakban. Ez az első. Második rendkívül meglepő dolog, az az, hogy általában azt gondolják az emberek, hogy a külföldi tőke és a nyitás azért vezet problémákhoz, mert ugye átalakítja a gazdasági szerkezetet, és tulajdonképpen kilöki az embereket abból az országból. Tehát egy ilyen kényszerelem van. Az elemzésük azt mutatja, hogy nincs csak kényszerelem, akkor működik a migráció, ha tényleg van migrációs képesség, azaz a jövedelmek javulnak. Azokon a helyeken, ahol a jövedelmek relatíve romlanak a nyitás következtében, ott nem nagyobb az elvándorlás, hanem kisebb. Ami megint ellentmond egy csomó feltételezésnek, és ezt mi jól tudjuk igazolni, akkor ezzel egy kisebb bombát fogunk robbantani. A következő dolog, ami meglepett minket, az, hogy mind a két elmélet, a modernizációs elmélet és Saskia-Sassen hipotézise is azt mondja, hogy a migráció egyik mozgatórugója az a modernizációs folyamat tulajdonképpen, ami fölgyorsul a külföldi tőke megjelenésével is, hogy a mezőgazdasági munka leértékelődik az adott társadalomban. Ha leértékelődik a mezőgazdasági munka, akkor ugye egyre inkább kikerülnek az emberek a világon, nem csak ebben a térségben, Afrikában, Dél-Ázsiában, mások, Latin-Amerikában, a paraszti világból, egyre mobilisabbak lesznek, és inkább elindulnak. Na most ezt mi megcsináltuk, és az összefüggés igaz, van összefüggés az agrárfoglalkoztatottság aránya és a későbbi elvándorlási hullám között, de nem azzal az előjellel. Ez nem egy negatív előjel, hanem egy pozitív előjel. Négyszer néztük meg a modellezés során, hogy hát ez nem lehet igaz. Hát ez hogy van? Ez az, hogy ha nő az agrárfoglalkoztatottság, akkor nő a migráció. Bevallom őszintén, most különben még, ugye holnap délelőtt is még írom, aztán le kell adni ezt a tanulmányt. Most is töröm rajta a fejemet, hogy ezt hogy fogjuk tudni majd megmagyarázni ezt az eredményt. Mert ez úgy néz ki, hogy valószínűleg azokban az országban a globális nyitás ahhoz vezet, hogy az emberek nem tudnak átáramolni az új gazdasági szerkezeti lehetőségekbe, hanem megszorulnak, illetve visszamenekülnek az agrár foglalkoztatottságba, ott a későbbiekben nagyobb lesz a vándorlás. Különben igaz. Például a térségünkben az egyik ilyen két klasszikus ország van a térségünkben, aki ezt mutatta a 90-es években. Románia és Moldávia. Koronázatlan királyai az elvándorlásnak. Én mondok, tehát, hogy az összefüggés ott van, csak hogy még egy kicsit kapkodjuk a fejünket. Nos, ezzel csak azt akartam mint elmondani, hogy ezt azt akartam ezzel elmondani, hogy ilyen izgalmas kérdéseken fogjuk törni a fejünket együtt, közösen, és abban a kollegiális, közösségi légkörben, amiről Bea beszélt.
mindenkit. Én Szedik Borbála vagyok, és én most kezdtem ezt a mesterképzést, szóval eddig egy fél évet töltöttem a Corvinus mesterképzésen, de én az alapképzést is itt végeztem, a Corvinus szociológián. És csak nagyon röviden, hogy miért jöttem erre a szakra, és hogy így szerintem mi az, ami kifejezetten jó ebben a szakban. Egyrészt az, hogy kis csoportos, összesen most 15-en vagyunk, egy eléggé nemzetközi közegben, Laosztól Ekvádoron át egészen Jordániáig, és ezért nagyon sok egyéni figyelem jut ránk a tanároktól, és nagyon jól látni a tanároknak és a diákoknak is a motiváltságát, illetve a beszámoltatási rendszer az legtöbbször esszé, vagy ilyen egyéni kutatáson alapul. Ezért lehetőségünk van így abban a témában elmélyedni, ami minket érdekel kifejezetten, és akkor azt esetleg majd később mondjuk ilyen TDK-vel vagy publikációval is tovább dolgozni. Illetve az is a lénye még ennek a mesternek, hogy angolul van, és ezért ugye a nemzetközi tudományos közegbe így jobban betekintést látunk, és később jobb lehetőségünk lesz ezen a téren is. Hát is adom Bálintnak a szót. Igen, igen. Én Győrből jöttem, ott nemzetközi tanulmányokat tanultam alapszakként, és utána igazából őszintén szóval az ELT-t és a Corvinus jelöltem meg, de a Corvinus volt az első helyen, és igazából az angol nyelv, meg ugyanígy ez a nemzetközi közeg az, ami megfogott. És Borka már mondta, hogy tényleg működik. Tehát az is elhangzott, hogy hárman vagyunk magyar diákok, és a többiek tényleg Dél-Amerikából, Ázsia számos országából, Közel-Keletről is jöttek, szóval nagyon sok helyről, és nem csak tudományos kapcsolatokat, hanem baráti kapcsolatokat, és az az érdekes, ami lehet, hogy tényleg csak egy szerencse, hogy ez így összejött, de egy olyan közösségben vagyunk most, hogy a koronavírussal ellentétben is szoktunk találkozni, tartunk, hát szórakozni szoktunk, és egyben egymásnak segítünk is, tehát tényleg tudományos szempontból is minden megvan. A másik az, amit szeretnék kiemelni, hogy ez a kis csoportos oktatás, ez az interaktivitás, ez is működik. A legtöbb tantárgyunkban nyilván vannak elméletek, tananyagok, amit úgymond be kell biflázni, amit meg kell tanulni, de ott van a lehetőség arra is, hogy az oktatókkal és a diákokkal közösen jussunk következtetésekre. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak a tájékoztatást. Ugye elvileg most jönnének a kérdésblokkok. Egyelőre nem érkezett egyetlen egy kérdés sem hozzátok. Ugye már picikét túlfutottunk az eredetileg tervezett időn. Úgyhogy én végezetül én tanárnőt kérdezném, és akkor most bejött egy kérdés, úgyhogy Tünde kérdezi, szociológia mesterszakon is van felvételi, írásbeli és vagy szóbeli vizsga, tanárnő? Jó, úgyis erről szerettem volna beszélni, köszönjük a kérdést. Szóbeli vizsga van. Általában az Attilával közösen tartjuk. Angol nyelven ennek két része van. Egyrészt vannak olyan kötelezően elolvasandó globalizációval kapcsolatos irodalmak, amikről beszélgettünk a diákokkal, másrészt egy motivációs része van a beszélgetésnek. Köszönjük szépen. Szokott kérdés lenni, hogy a vizsgára a szükséges anyagokat, tétel, sort, szakirodalmat hol találják meg a diákok? Fölrakjuk, mindent fölrakunk a megfelelő honlapra, akár az egyetemi honlapra, akár a tanszéki honlapra. Jó. Tehát hogy ezeket időben. Tényleg azt javasoljuk, hogy akit ez érdekel, a Facebook oldalt kövesse, az a legaktuálisabb, ott egyébként néha a Facebook csoportban akár munkalehetőségek is vannak, tehát hogy igyekezzünk a hallgatókat abba segíteni, hogy ne várják meg a diploma megszerzését azzal, hogy elkezdenek szakmai munkát végezni. Van-e esetleg, Beáta, még egy olyan gondolat, amit itt zárásként összefoglalnál, mondanád, és akkor utána elengednénk a hallgatójelöltjeinket és benneteket is? Engem nagyon megragadott egy mondat, amit múltkor azon az informális nyílt napon
talán a jordániai diákunk mondott, hogy ő megtanulta a saját történelmét, amikor otthon járt iskolába, egyetemre, középiskolába, és most újra kell tanulnia. Mert hogy egy olyan nézőpontot kapott, ami alapján át kellett gondolni az egész tudását arról, amivel ide érkezett hozzánk. És én ennél jobb reklámot nem nagyon találok magunknak, hogyha hallgatók erre állnak, és közösen gondolkodnak, és figyelnek egymásra. És nagyon irigykedem amiatt, amit a Bálint mondott, mert hogy látjuk, hogy találkoznak egymásra a diákok, és nagyon élvezik egymás társaságát, és mi is szeretnénk élvezni az ő társaságukat. Hát legyen akkor ez a zárszó, és bízunk benne, hogy ősszel a 2021-es őszi szociológia mesterszakos tanulók már minden pillanatot fizikálisan együtt tudnak majd megélni. Köszönöm szépen nektek a részvételt.